Mi lesz ma? Monitor? Az a monitor? Ipon.hu Már 20 éve veletek! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Ipon csatornáján, én Martin vagyok. Ebben a videóban az Asusnak a Pro -A monitorját fogjuk bemutatni. Az évek alatt már elég sok minden pro nevet kapott, már egy komplett asztali számítógépét is össze lehetne rakni. Főként a professzionális munkafolyamatokra specializálódott, tehát ez a videó nem főként a gamereknek fog szólni, inkább videógyártóknak, Photoshop, filmkészítőknek, tartalomgyártóknak, mint nekünk is ahol azért nagyon fontos a monitorok terén a színhűség. Az itt lévő monitor a PA24US nevet kapta, 23,6 col a használható képe, egyébként 24 szoros a képátlója, viszont 4 k kijelző, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire lesznek élesek a képek, hiszen ugye nagyon sűrűek lesznek a pixelpontok, ezáltal sokkal élesebb képet fogunk kapni, de a tulajdonságokról majd később először is bontjuk ki, nézzük meg, mit tartalmaz a doboz. Ennyi. Mit csináljak? A hátulján ott egy... Minden fontos. Uh, Színkalibrációs teszt. Report. Magyarul mi a report? Jelentés. Jelentés. Kis könyv. Köszöntjük az Azus ProArt családban. Be lehet kereteztetni. Szerelési útmutató. Egy oldala megvan az egész félretesszük, hát kell. Nem fontos, nem fontos. VIP notes. Ilyen nyelven nem tudok. Igazából garancia papír. Display kábel. HDMI kábel. Nagyon jó. USB-C kábel. Na erre kíváncsi leszek. USB-C, USB-A kábel. Valami hubnak talán. Meglátjuk. És a tápkábel. Ebben lesz a talp. Igen, ó, oh, nézzétek meg! ProArt! Műanyag borítás, de belül fém. Szép, matt. Nagy dobozban, egy viszonylag kis monitor. Tudtam, hogy 24-szól nem olyan nagyon nagy, de a doboz alapján azt hittem, mégis egy kicsit nagyobb lesz. Egy fontos a csomagolásról, hogy 100%-ban újrahasznosítható anyagokból készült, ezt fel is tüntette a weboldal. Környezetbarát. barát! Segélem? Megköltözöm azt kell, csak pont két a fényt. Fontos. Megolnom egyébként, most rájöttem. Így. Jó, mehetsz színe. Nem kell hozzá csavarhúzó. Betekerjük az alját. Majd egy mozdulattal rátesszük a monitort, vagy kettőből. Forgatható, jobbra, balra. Dönthető fel, le. Állítható a magasság, sőt, forgatható is. Na de nézzük kicsit részletesebben. A dizájn nagyon letisztult, semmi kirívó nincs rajta, semmi világítás nincs rajta, a hátulján egy egyszerű próár felirat van, a talpalján is egy próár felirat vár, mellé kisbetűkkel a HDR van feltüntetve, illetve 3840x2160 a felbontása, és hogy nagyon színhű. A kijelző típusa IPS LED, 4K HDR, 99% Adobe RGB lefedettsége van és 95% DCP3 színhűséggel rendelkezik. Egy plusz, hogy a talpán és a tartón is van egy kisebb bevágás, ezzel tudjuk visszaállítani, hogy biztosan középen álljon meg a monitor. Illetve ugyanezt található a monitor hátulján is, tehát ha elforgatjuk, majd vissza szeretnénk forgatni, így fogjuk tudni, hogy biztosan függőlegesen vagy pedig vízszintesen áll. Nézzük meg, hogy milyen csatlakozók találhatók a monitornak az alján. Jobbról kezdve kapunk egy ki- és bekapcsoló gombot, a tápcsatlakozónak a csatlakozóját, egy jack csatlakozót, egy SD bemenetet, ezt majd mindjárt elmondom, hogy ez mire jó, kettő darab HDMI-t, egy darab display egy USB-C-t és kettő darab USB 3.2-t, mely USB hubként funkcionál. Az SD csatlakozó mutatja meg, hogy tényleg egy professzionális monitorra beszélünk, hiszen ilyen csatlakozók találhatók például a kamerákon is, ami azért jó, hogy mindenféle tömörítés nélkül tudunk átvinni úgy jelet, hogy nincs képbeli romlás, tehát amit a videókamerán látunk, azt látjuk egyből a monitoron is, és ez egy 12 gigabit per szekundumra képes, tehát 4K 60 Hz-en is úgy át tudja vinni a képet, hogy nincs semmiféle képbeli romlás. A monitor jobb alsó sarkában találhatóak a bekapcsoló gomb például, a HDR-nek a gombja, egy automata, egy input, és egy fajn kis joystickot is kapunk, amivel a menüben tudunk jobbra-balra mindenféle dolgokat szemére szabni, beállítani, ez egy nagyon jó bevált. Érdekes, mert általában ezt a monitor alján szokták elhelyezni, itt nagyon készhez állóan a monitor elején van. A környezetudatosságot folytatva az Asus monitoroknak van egy olyan eco módja, ahol kikapcsolt állapotban 0 wattot fogyasztanak. Figyeld! Szóval ezzel a funkcióval mi csajozni is lehet. Motorikusan lehet állítani a színhűséget. Hihetetlen technológia. Csak azt nem tudom, meddig állítja. Na, de hogy legyen valami összehasonlítási alapunk, úgy gondoltam, hogy a négy évvel ezelőtti Premium Dell monitoromon mellé teszem, amin eddig és ezután is még egy darabig fogjuk vágni a videókat. A videó annyira nem adja át, élőben sokkal, de sokkal nagyobb a kontraszt a két monitor minősége között. Nem gondoltam volna, hogy egy IPS panelből ennyire mély feketét és ennyire magas fehért ki tudnak úgy hozni, hogy a kettő között nincs összemosva a szín. A jelenlegi Dell is egyébként IPS panellel van ellátva, annyi a különbség, hogy itt még csak 400 nitre képes, illetve quad, azaz 1440p a monitornak a felbontása, még ugye a mostaninál már 600 nitre képes, és ugye 4K. A környezetemben többen is végeznek olyan munkát, ahol minden nap használnak valamiféle tervezőprogramot, Photoshopot, szerkesztőt, 3D-s tervezőt, legyen az tényleg mondjuk egy nyomdai munka, ahol tényleg nagyon fontos az, hogy amit az ügyfél kér, szín, ugyanazt lássuk a monitoron, ne az legyen például, hogy egy nyomdánál is 3-4-5-10 oldalt kell kinyomtatni, mert úgy be tudjuk lőni a színt, hogy hát igen, ugye a monitoron még egy kicsit hozzáadni, és a papíron az majd mi lesz. És ugyanez fordítva is, hogy mikor egy lakberendező, vagy egy videóvágó, vagy egy filmkészítő valamit szerkeszt, amikor már kész van és ő látja a monitoron, mikor kimegy egy platformra és látja már egy másik eszközön, aminek mondjuk másabb és minőségibb a kijelzője, akkor már totálisan teljesen más szint vagy színvilágot kapunk vissza. Plusz dolog, hogy a monitorba szereltek hangszórókat, ami itt felül kapott helyet. Hallgassuk meg, hogy mégis mire képes. Összességében nekem a monitor nagyon tetszik, ugye mi is főként tartalmakat gyártunk, így nagyon fontos nekünk is a színhőség, a nagyon sűrű pixel, hogy ténylegesen azt lássuk, amit szeretnénk, hogy a valóságban is pont ugyanúgy néz ki. A HDR tartalmak is egyre nagyobb teret hódítanak, így a HDR funkciója is fontos lehet. Köszönjük szépen az Azusnak, hogy kipróbáltuk a próbált monitorát. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Addig is, sziasztok!